Ebben a bográcsban csirkemájas lecsó készül, idén ezzel a nem szokványos kombinációval is beneveztek a versenyzők a Vándorló Szépkorúak baráti körének lecsó fesztiváljára. A borongós, esős, őszi idő ellenére sokan részt vettek a már harmadik alkalommal megrendezett programon. 5 bográcsban főttek az ételek, senki kedvét nem szegte az időjárás, noha tényleg fent állt a veszély, hogy elmossa az eső az egész rendezvényt. A májas variáció pedig igazi kuriózum volt a palettán. A szalonnát csíkokra vágtuk, megdinszteltük a hagymával egyetembe, és amikor már jó üveges volt a hagyma, akkor a szalonnát kiszedtük, beleöntöttük a földarabolt paprikát, a paradicsomot, természetesen tettünk bele erős csípős paprikát is, és ezt most így összefőztük, és a legvégén, most elzártuk tulajdonképpen, de a legvégén akkor még egyet rottyantunk rajta, és megy bele a csirkemáj, mert hát azért a májat arra oda kell figyelni, hogy ne legyen kemény, ne legyen véres, azt pont el kell találni, egy ilyen 5-6 percig kell benne főzni, és ennyi az egész. Én ezt Szolnokról hoztam ezt a receptet, ott voltunk egy családi látogatáson, és ott a házigazda főzött ilyen csirkemájas lecsót, de nagyon finom volt, finomabb volt, mint ez, azért mondom, mert ő fatüzeléses bográcsot használva, úgy fűtöttek alá, vagy rakták alá a fát, úgyhogy, és az ad neki egy speciális ízt. Itt pedig már egy csirkehúsos cukkin is lecsó készül. Modok Antal, aki a szakács szerepét vállalta magára, elmondta, hogy minden évben igyekeznek valamilyen különlegességgel előrukkolni. Mert többször részt vettük ezen a rendezvényen. Első főztük velős lecsót, annak is jó siker lett, most pedig egy csirkemelles lecsót készítünk. A velős lecsó az ugye ez már nagyon régről megvolt, egy csirkemelles meg hát úgy utána néztünk, hogy milyen különleges, mit tudnánk készíteni. És akkor tehát megsütöttük a szalonnát, füstölt szalonnát, kolbászt, egy kis zsíron, kivettük, akkor a csirke mellett is ugye megsütöttük a zsíron, és illetettük, és most benne van a hagyma, paprika, paradicsom, meg majd jönnek bele egyéb fűszerek, egy kis titkos dolgok, és bízunk benne, jó lesz. De készült lecsó hagyományos formában is, csípősen, tojásosan is. Kellett is a tetemes mennyiségű étel, hiszen közel 90-en vettek részt a Szépkorú Vándorlók vezetőjének, Zsinka Jánosnak a házánál tartott eseményen. Mivel a fesztivál egybeesett az idősek világnapjával, így a társaság meghívta a Tolnai Idősek Klubjának a tagjait is. Az elkészült ételeket pedig egy 3-tagú zsűri kóstolta és bírálta el. Az alapján fogunk zsűrizni, hogy a lecsot ki, hogy készít, hogy hagyományos alapon, zsírral vagy olajjal, hogyan vágja a paprikát, meg hát itt nagy szempont, hogy a paprika milyen, hogy ne főjön szélje, hanem maradjon egy kis rest, jó kis sűrű lével, úgyhogy majd ez alapján. Hát reméljük, hogy nem fogunk csalódni senkibe se, mert itt elég sok fajta van, itt van csirkemelles, van csirkemájas, akkor szalonnás, kalbászos, tojás, úgyhogy hát egy kicsikét nehéz dolgunk lesz. Belekóstoltunk, igen, úgyhogy belekóstoltunk már, hát finom mind, úgyhogy nehéz dolgunk lesz. Mint minden alkalommal, amikor a vándorló szépkorúak összejönnek, most is a vidámság és a tartalmasan közösen együtt töltött idői volt a főszerep. 5 csapat fog főzni, különböző ízesítésűek, én maradtam a hagyományos régi parasztlecsónál, szalonna, füstőszalonna alá van pirítva, azon megdíszteltük a vöröshagymát, rá a paprikát, paradicsomot és füstölt kolbásszal van ízesítve. Biztos jól fog lenni. Nagyon-nagyon különleges ez a mai nap, mert ma van az idősek világnapja, és egy lecsóval méltóképpen ezt meg fogjuk ünnepelni. Még különlegesebb ez a mai nap, a Vándorló Szépkorúak baráti köre meghívta az Árpád utcai idősek napközi otthonának a lakóit. Ők is itt vannak, együtt ünnepelünk. 45 kg paprika, 20 kg vöröshagyma, 15 kg paradicsom, 5 kg kolbász, 7 kg szalonna, ebből biztos jó ebédet fogunk készíteni. Eszünk, és akkor utána még különleges ez a mai nap, mert tegnap előtt volt egyik kolléganőnk, csoporttársunk, most volt 70 éves, azt hittem most meg fogjuk közösen ünnepelni. Versek lesznek itten a csoportnak az örömének csoportja, egy kis nótázással készült egy, az fog lenni,
itt vannak az idősek napközi otthonosok, ők is valamivel készítek, azt mondták, meglepetés. Az őszi időszak is programokban és eseményekben gazdag lesz a Szépkorúak Társasága számára. Legközelebbi rendezvényünk 19-én megyünk Szigetvárra fürödni, és 21-én fog lenni egy rendezvényünk a Magházban. A legutóbbi fürdésnél elvoltunk, és hallom, nem csak a csoporttársak, más idős emberek is panaszkodnak a közbiztonsággal kapcsolatban, hogy bekéletőznek hozzájuk, felderítik azért a terepet, és nincsenek otthon, betörnek hozzájuk, elviszik az értéktárgyaikat, és mellette megváltozott a fűtési szokásaink, a fa szerzés, és valaki sajnos károsult lett, mert átvágták, nem annyi mennyiségű fát hoztak neki, most akkor lesz egy ilyen rendőrségi előadás, és utána lesz egy tűzvédelmi előadás, mert valaki van 30 éve nem használja azt a régi kályháját, fűtőberendezését, nem használja a kéményeket, elkezdenek tüzelni, a füst nem arra megy ki, veszélyesek, nézessék meg, itt van a fűtési szezon kezdete, a gázkonvektorokat felül kell vizsgáltatni, és ennek keretében egy ilyen előadást szervezünk. A fesztivál jó hangulatban telt, egészen este fél hétig tartott a jókedvű összejövetel.